Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Ma miről fogok beszélni? Hát, úgy tudom, Magyarországon van három ismertebb közösségi portál. Egyik ugye a Facebook, ahol mi is vagyunk most. Van az Instagram, meg a Twitter. Ugye a Twitter az annyira nem elterjedt Magyarországon, de azért is használják. Nagyrészt szöveges bejegyzéseket tartalmaz. Ugye az Instagram az csak fotók, videók, és akkor itt van a Facebook, ahol mind a kettőnek az elegye. Fotók, szöveges bejegyzések, stb. Én nem azt mondom, hogy a Facebook az a kommunikáció csúcsa, meg ennél jobbat nem tudok elképzelni, mert ugye rengeteg szemét van rajta, de attól függetlenül úgy látom, hogy azért egy-két értelmes dolog is, és meg lehet rajta figyelni. Most kurvára nem a videóimra gondolok, mert ezt valaki vagy annak tartja, vagy nem, hanem hogyha nézegetem az idővonalat, ugye vannak azért itt értelmesebb hirdetések, esetleg lehet embereknek segíteni, jótékonysági dolgoktól kezdve, akár moziműsorokat meg lehet nézegetni, stb. Felhívjátok a figyelmet egy-két értelmesebb színház előadásra. Tehát azért nem csak hülyeségek vannak, meg elmebajos fotók. Na most, amit én kurvára utálok, ezt a fosportált, ezt az Instagramot, azt sem elmesélem, hogy miért utálom nagyon. Nekem is van. Annak idején megcsináltam, rábeszéltek, és igazából nem tudok vele mit kezdeni. Mert ugye miről szól az egész Instagram? Fotókról meg videókról. Most ahhoz, hogy ez pörögjön, ugye napi szinten minimum képeket kell feltöltened. Na most nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nem szoktam óránként fotózgatni magam, meg naponta se. Tehát nem tudom, mit kéne. Most az ember éri a mindennapjait otthon, most mi a lófaszt fotózzak? Nyilván, ha ember elmegy üdülni ide-oda-amoda, ott vannak élmények, amiket megörökít. De ez, hogy most ülök a kocsiba, így, ülök, így, így, ez engem annyira nem tud kielégíteni. Az, hogy otthon ülök, elmentem szarni, és azt lefotózzam, vagy fogok egy pohár kávét, azt hiszem, ezt is lefotózzam. Nem tudom, nekem ez valahogy kevés. Nézegettem ezt az oldalt, és mi nem szól semmiről. A fokmérő, hogy ki mennyire elismerten ezen az oldalon, hogy kit hányan követnek. Na most nyilván itt a Facebookon is ez egy fokmérő, de általában akiket követgetnek, azt nem a képeik miatt szokták elsősorban követgetni. Van ilyen is, de azért nem ez a jellemző, akit nézegettem, ugye általában ismertség miatt szokták követgetni a Facebookon, vagy pedig azért, mert valami olyasmit csinál, vagy mondogat, ami érdekli az embereket. Most nézegettem a Facebookon, hogy magyar sikeres, Instagramon sikeres instasztárokat, és fingom nincs, kik ezek, tehát soha sehol nem is hallottam róla. Olyan hölgyek, egy-két úr, aki attól sikeres itt, mert különböző, nem tudom, divatnak megfelelő, meg előírásnak, vagy előirányzatnak megfelelő képeket gyártanak magukról, és ugye ezt, mint a birkák, ide össze-vissza lájkogatja mindenki, meg követgeti. Tehát, ha ő lájkol téged, akkor lájkolom én is őt, ha ő bekövet engem, akkor bekövetem téged, mint egy kibaszott nagy ilyen birkacsorda. Tehát tehettél ebből a fűből, akkor én is eszek, de oda szartál abba a sarokba, akkor én is oda fogok szarni, és de kurva jó így ez nekünk, gyerekek. Hát ezt látom ebből az egészből. Nem beszélve arról, hogy rengeteg ismerősöm van köztük, és olyan képeket látok, hogy nem ismerem meg az embert, meg a nőt se. Tehát ilyen szinten fossá retusált képeket, főleg a hölgyek, amit tudnak művelni, ugye múltkor beszéltem ezekről ez a szemránc eltüntető, fogfehérítő, szemkékítő, mit tudom én, orkisebbítő, hát mondjuk az rám is rám férne, stb. Programokról, hogy valami döbbenet. Tehát egyszerűen egy ilyen szoborszerű, kurva egyforma, konformista, uniformista képeket csinálnak magukról, és ez kibaszott menő. Meg mellette vannak ezek a kötelező pózok. Ezt is úgy mesélték, nem hittem el? Hát mit tudom én, biztos láttátok ti is, volt egy időszakban nyáron, marad divat volt az, hogy minden csaj lefotózta a mesztelen csülkét. Így a két talpat pofával szembe, és akkor ezeket főrakosgatt, és láb, odaírva, hogy láb. Angolul persze. Még azt gondoltam, bazd meg, hogy születésnapi torta. És mindenféle ostoba, bütykös, rossz kinézetű marharonda lábak ott virítanak mindenkinek az oldalán, és mit tudom én, alatta 647 like. Mit lájkolsz rajta, baszki? Nem láttam még lábat, ami ki van körmözve, ki van lakkozva. Tehát számomra ez döbbenet. Én nem azt mondom, hogy itt olyan magas szintű dolgok történnek a Facebookon, mert
persze ezen is lehet vitatkozni, hogy most valakinek van értelme, nincs, de ez, hogy mit tudom én, oda van baszva egy csaj, kifestve, kisminkelve, és egy ilyen bárgyú, méla tekintettel ül unikornison. Ezt kipróbáltam nyáron, és rájöttem, hogy unikornisra, kaptam vagy 400 lájkot egyből. Kurva jó. Hogy miért, azt tudja a faszom. De nem tudom. De olyan fokú, szellemi, lelki, nem tudom, milyen üresség tükröződik ebből vissza számomra, hogy valami eszméletlen. Tehát csak azért csinálni képeket, mert mindenki ezt csinálja, az ez nekem kurva viccem. Sziasztok!